Az egyik legnagyobb magyar üzemanyagszolgáltatónál maximum 50 litert tankolhatnak az autósok, de van olyan benzinkút is, ahol legfeljebb egyszerre csak 20 liter üzemanyagot lehet a gépjárművekbe tölteni. A mennyiségi korlátozásokat azért vezették be, hogy a hatósági áras üzemanyagot ne lehessen felhalmozni. Most a sofőrök mégis attól tartanak, hogy el fog fogyni a benzin és a gázolaj. Hát ugyanúgy dolgozni kell járnom, és mással nem tudok, csak kocsival én például. Előbb-utóbb csak megtelik az összes IBC, amit megtörtenek a pánikvásárlók. Utána most legfeljebb az, hogy éppen egy órára nincs üzemanyag, de utána újból lesz. Volt azonban olyan is, aki azt mondta, biztosan nem fogy el az üzemanyag. Erre szüksége van mindenkinek. Annak is, aki eladja, meg aki használja. Ez kölcsönös alapon fog működni. Az, hogy most egy bizonyos dologba akadályozzák az üzemanyagellátást, de én szerintem szükség van rá, és lesz is. Pedig az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk a piros cetlivel, az üzemanyagadagoló pisztolyokon. Az ellátást tovább nehezíti az is, hogy július végén megkezdődött a 100 holombattai finomító karbantartása. A magyar felhasználás 100%-át adó finomító is leáll. A leállás időhossza azért nehezen becsülhető meg, mert az újraindítás nem automatikus, illetve az újraindítás során keletkezhetnek olyan hibák, mint ami a sveháti finomítóban is történt, de a MOL-lal folyamatos kapcsolatban vagyunk, és a karbantartás minden részletéről tájékoztást kapunk. Az árstopp fenntartásáért a kormánynak már a stratégiai készlethez is hozzá kellett nyúlnia. A gázolaj 38%-át, a kőolajkészlet és dízelkészlet 24%-át szabadították fel, hogy a lakosság számára továbbra is hatósági áron tudják biztosítani az üzemanyagot.